Olimpiai bajnokunk Berki Krisztián élete mondhatni teljesen megváltozott az ötkarikás játékok óta. Ez esetben ugyan nem éjjelző rajongók hadát kellett kerülgetnie, és aprócska tornász gyerkőcöknek sem kellett a Londonban megszerzett tapasztalatairól mesélnie. Néhány nappal ezelőtt egy olyan élményben lehetett része, melyre talán sosem számított. Krisztián imádja az autókat, s mivel szponzorával sokat találkozott már, ezzel ő is tisztában volt. Így hát meg is lepte Krisztián egyik kedvenc autójával, egy igazi sportjárgánnyal, melyben bajnokunk kerek egy hétig taposhatja a gázpedált. Cabrio, igaz, hogy nincsen annyira jó idő, de biztos, hogy ki fogom élvezni minden pillanatát. És hogy honnan jön Krisztián autó iránt imádata? Amíg jogsim nem volt, addig is nagyon-nagyon szerettem az autókat. Nagyon sokat játszottam PlayStation-nal autós játékokon, és talán ennek köszönhet ez az óriási szerelem. Viszont amióta jogosítványom van, azóta, ha tehetem, akkor minden időmet, amit nem a tornateremben töltök, azt leginkább vagy egy autó volánja mögött, vagy ténylegesen a tévé előtt valami játékkal töltöm. Úgyhogy valamiért megvan bennem ez a szerelem a technikai sportok iránt, és hát mivel tornászként mondjuk motorozni nem motorozhatok, marad az autóvezetés, úgyhogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás számomra. Mindig mosolygós, olimpiai bajnok tornászunk nem tűnik ideges típusnak, de vajon a volán mögött is megőrzik kiegyensúlyozott habitusát? És mi a helyzet az adrenalinnal? Vajon ilyen volumenű versenyek mellett mennyire van szüksége rá? Én gokártozni is azért járok, mert olyankor teljesen ki tudok kapcsolni, majdnem ugyanolyan, mint amikor fönt vagyok a szelen és csinálom a gyakorlatomat, akkor csak én vagyok és az autó, ami alattam van, és ezzel le is tudom vezetni azt a bizonyos feszültséget, és hát nem titkolt az is, hogy azért az adrenalin szintemet szeretem a plafonon tartani, és ez az autó ez tökéletes lesz arra, hogy tényleg óvatosan, nyilván a forgalomnak megfelelően azért kipróbálhassam, hogy mit tud. És hogy tud, az egészen biztos, hiszen a 331 lóerős csodajárgány 5,3 másodperc alatt éri el a 100 km/h, végsebessége pedig 250 km/h. Nos, ezeket a tulajdonságokat egészen biztosan nem tudja majd a közutakon kipróbálni Krisztián, de ennek ellenére is egy egészen más vezetési élményt biztosít neki ez az autó. És természetesen már tervezgeti is, merre vegye először az irányt új kabriójával. Holnap hazamegyek a szüleimhez Kókára, nekik is megmutattam az autót, illetve az egyik nagyon jó barátomnak, és ha van rá lehetőség, akkor nyilván viszem is őket egy kört. Nem titkolt az is, hogy mondjuk pont mai napon disznóvágás van lent, és nagyon finom kajákkal várnak majd lent, úgyhogy holnap este lenézek edzés után, aztán óvatosan vissza is jövök, mert este már otthon szeretnék aludni. És hogy milyen autót tesztelne még szívesen bajnokul? Én nagyon-nagyon szeretem az autókat, és legyen az bármilyen autó, én mindegyiket szívesen kipróbálnám. Hát talán majd egyszer van rá lehetőségem, akkor ő lesz a következő, amit kipróbálhatok. Ez inkább egy családi autó, egy nagyobb autó, és mondjuk, hogy ha rokonokhoz mennék vidékre, akkor biztos, hogy inkább egy ilyen autóval indulnék neki. Az, hogy Krisztián álma egy nagyobb autó, a férfiaknál általában csak egyet jelent, ha értitek, mire gondolok. Persze nem szeretnék találgatásokba bocsájtkozni, és ez pusztán feltételezés. Ami viszont nem, hogy aranyérmes tornászunk még mindig annyira szerény és barátságos, mint sikerei előtt volt.